beszéljünk a növénytermesztésről. Bocsi azért, ha egy kicsit hallatszódni fog a szél, de mindenféleképpen kint akartam felvenni ezt a videót. Úgy volt, hogy lesz egy 450 négyzetméteres külön kertem kint az út másik felén, és hát ez egy teljes kudarc volt. De tulajdonképpen nem csak a nagy kert volt kudarc, hanem a belső kertem is, a magas ágyások. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem vagyok megelégedve az idei növénytermesztésem eredményeivel. Ahogy van-e rá mentség, az, hogy túlvállaltam magam. Szokás szerint. Egyrészt azért, mert ugye nem csak a kerttel, a növénytermesztéssel foglalkozom, hanem ott vannak mellette az állatok, és még rengeteg kisebb, nagyobb dolog, amit csináltam a nyár folyamán, pedig elég nehéz volt a kertre is koncentrálni. Másrészt pedig egyébként ez teljesen szokásom, hogy egyszerre túl sokat vállalok el, és mindent egyszerre akarok csinálni, és a végén rájövök, hogy ez sok év, és nem bírom. Ezzel tulajdonképpen addig nincs baj, amíg nem fogok begolyózni egyszerre a rengeteg teendőtől, amit egyszerre akarok megcsinálni. Bent az udvarban az ágyásokkal kapcsolatban tulajdonképpen az állatok voltak a problémák. Egyrészt a tyúkok, ugyanis mivel szabadtartásban vannak és előre tudnak jönni, így eléggé lecsipették a növényeket. Egyik probléma, másik probléma pedig kiszöktek a kecskék. Ezt szerintem még soha nem említettem, hogy a kecském nagyon szökősek. És elől Dazina ki tudja nyitni a verőckét, úgyhogy belök ki a fejével, tulajdonképpen ő beengedte saját magukat, és gyönyörűen lerágtak mindenemet, ami még volt, de ez nem csak úgy nézett ki, hogy simán a zöldségeket, hanem például szegény rózsafámat is. Úgyhogy eléggé szomorú voltam, de hát mit lehet tenni, hogyha nem kerítem le a helyet, akkor erre igazából számítanom kell. Jelenleg most még az ágyásokban van valami, az egyikben van egy salátaborka, amit nemrég ültettem. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle, hogyha elhúzódik esetleg a nyárias idő, akkor még megnőhet, és akár lehet néhány ubim is róla, valamint van répa, az egyikben sárga répa, és borsót is ültettem, amiből hajtott is ki valami, de hogy végül mi lesz belőlük, azt nem tudom. Valamint még nem ágyásban, de csibehálóval lekerítettem egy részt, ahova pedig krumplit ültettem, és azok, hogy gyönyörű szépen nőnek, azokkal elégedett vagyok. Valamint még ültettem a napokban fekete retket. A kinti kerttel pedig az a helyzet, hogy az öcsémmel szépen elkezdtük a fenti részt beültetni. Eljutottunk egy darabig. Azt képzeltük, hogy majd szépen a lenti részig, a végéig eljutunk, és minden rendben lesz, teleültetjük. Aztán rájöttünk, hogy ez nem fog menni. Egyrészt azért, mert szörnyű ott a föld. Örülni fogok, hogyha pár év alatt sikerül rajta javítanom a minőségén, valamint a vele való dolgozhatóságon is. Másrészt pedig meg kell tanulnom a kerttel is folyamatosan nőni. Úgyhogy az a helyzet, hogy valahol fönt a gazban van káposztám, valamint még cékla van ott. Lent vannak növényeim is, amiket gondozok rendszeresen. Az egyik a paradicsom, méghozzá ökörszív paradicsom. Ebből édesanyám 3 palántát hozott nekem, és gyönyörűre megnőttek. Ezekből pedig vágtam le hajtásokat is, oldalhajtásokat, amiket kigyökeresztettem, és úgy ültettem el. És ahogy látom, nagy részt kezdenek megéledni. Van a koktélparadicsomom, ami szintén szépen elkezdett éledni. Van egy darab kápia paprikám, ami hát most van rajta egy kis paprika, hogy abból lesz-e valami, vagy nem, nem tudom, de az biztos, hogy majd fogok róla magot, ha másra nem is lesz jó. Van alma paprikám, és van 2 fajta chilim, az egyik Carolina Reaper, a másik pedig a Choco Habanero. Még azokból is meglátjuk, hogy mi lesz. És a másik oldalon van az édes burgonya, amit szintén csak meglátunk, hogy mi lesz. Tulajdonképpen ez az év olyan, hogy zöldségeimre mindig azt mondom, hogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ezeket gazoltam egy darabig, viszont úgy voltam vele, hogy nem fogok erre időt szánni a gazolásra, ami lehet, hogy hiba, mert pont emiatt fognak nehezebben nőni ezek a zöldségek, vagy esetleg megérni. Viszont én most már úgy vagyok vele, hogy reménykedem, gondozom őket, amennyire tudom gondozni őket, de nem fordíthatom minden időmet
rá. És ez tulajdonképpen csak az én hibám, mert a kerttel nem terveztem elég okosan. Tapasztaltam, tanultam, úgyhogy most jön az a fázis, lemegy a növényszezon, akkor levőni szépen és eltervezni, hogy jövőre mi, hogyan lesz. És ez már is úgy fog kezdődni például, hogy a területet sokkal kisebbre veszem. Egyrészt az udvaron belüli kertet fogom használni, másrészt pedig nem lesz 450 négyzetméter, hanem körülbelül a negyedét fogom annak a földrésznek is használni. Aztán, hogy majd hogyan jön ki a valóságban ez az elképzelés, meglátjuk, de egyelőre így ezek a tervek. Egy másik nagy kudarc a fűszernövények hiánya. Azokat ültettem bentre is, ültettem kintre is, és sehol nem akartak kinőni. Petrezselyben volt, mivel azt tavaly ültettem, és az nagyon szerette a helyét, úgyhogy idén is kaptam tőle gyönyörű, szép petrezselyem zöldet, és akkor jött a kudarc része, hogy megpróbáltam a petrezselyem mellé is egy másik helyre bentre, valamint még kintre is a földbe ültetni a többi fűszernövényből, de nem kelt ki semmi. Hogy a magok hibája, a föld hibája, nem tudom, de a lényeg, hogy jövőre tuti, hogy másféle fajta magokat veszek, meg valószínűleg más helyre is ültetem, esetleg majd még hozok a komposztot, és abba fogom azokat is ültetni. Mentát és citromfüvet azonban sikerült szereznem. Citromfüvet kaptam az unokatesomtól, az egyiket a földbe ültettem, másikat a cserépbe, és mind a kettőnek tetszik a helye, ahogy látom. Mentát pedig a szomszédból kaptam egy darabot. Egyszer azt hittem, hogy a kacsák tönkretették, de nem, sőt, még igazából jót is tettek vele, mert utána elkezdett burjánzani. Úgyhogy ha más nem is, ennyi legalább lett, és ezeknek nagyon örülök egyelőre. És amennyire nem volt sikeres a zöldség termesztésem, a gyümölcsökkel annyira jól járta. Egyrészt a szilvafáink tele voltak, úgyhogy rengeteg szilva lekvárom lett. Lett cseresznye befőttem, és két kis üvegnyi megy befőttem is. Ezen kívül pedig az unokatestvéreméktől hoztam almát, úgyhogy van alma befőttem. Nekik van körtefájuk is, úgyhogy lett már valamennyi körte befőttem is, de azt még fogok is elrakni. Itt a természetben rengeteg félefajta szilva van, úgyhogy ilyen sárga mirabella szilvából szintén raktam el lekvárt, valamint befőttet is két-három üveggel, és nem is szaporítanám tovább a szót a zöldségekkel és gyümölcsökkel kapcsolatban. Röviden csak ennyit szerettem volna elmondani, bemutatni, és a későbbiekben pedig úgy beszámolok még arról, hogy mi az, amit még sikerült megcsinálnom, mi az, ami a kertben még beérett, mi a helyzet, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!